Alapképzésben több mint 1400-an kezdhetik meg tanulmányaikat a 2016-17-es tanévben az Eszterházy Károly Egyetemen. Osztatlan tanári és mesterképzésben 664-en, felsőoktatási szakképzésben 686-an. A legtöbb hallgató a pedagógus képzési területhez tartozó alapszakra nyert felvételt. 400 pont felett lehetett bekerülni néhány osztatlan tanárképzési szakpára és a gazdaságtudományi képzés területén állami ösztöndíjas képzésre. A felvettek fele nappal is, a leendő első évesek 90%-a állami ösztöndíjas. Az előző évhez képest a növekedés van a felvett létszámokban, összességében 14%-kal haladja meg a 2015-ig évű felvételi adatokat, ugyanilyen időszakos felvételi adatokat. Ezen három intézménynek, tehát most már az Eszterházy Károly Egyetemnek a felvételi adata. A legtöbben, több mint 1800-an Egerben kezdik meg a tanulmányaikat. Sárospatakon, Jászberényben és Gyöngyösen is nőtt a felvettek létszáma, hiszen ezen a négy kampuszon kezdődik meg az oktatás szeptemberben az Eszterházy Károly Egyetemen. Az Egri, a Gyöngyösi és a Sárospataki kampuszon szeptembertől szőlész-borász képzés indul, így mindhárom történelmi borvidéken lesz szakember utánpótlás képzés. A pótfelvételire augusztus 7-ig lehet jelentkezni, egy önköltséges képzést lehet megjelölni. A szakirányú továbbképzésekre, pedagógus szakvizsgaprogramokra augusztus végéig.